A 21. század leghűvösebb áprilisa volt az idei. Az 1901 óta vezetett mérések sorában pedig a 15. leghidegebb áprilisa lett a 2021-es, írta az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap Instagram oldalán. A Meteorológiai Szolgálat honlapján azt is közölte, a hónap 2,9 fokkal volt hűvösebb, mint a 1991-2020 között számított 11,4 Celsius fokos referencia átlag, voltak markáns lehűlések, látványos hózáporok, hódarazáporok is, több rekord is megdőlt. Április 1-én Tokajban 80,7 mm csapadék hullott, ezzel megdőlt a napi csapadék rekord. Szintén 1-én Budapesten 26,1 Celsius fokkal megdőlt a fővárosi napi melegrekord is. Másnap szintén Budapesten a hajnali melegrekord is megdőlt, miután mindössze 14 fokig hűlt le a levegő, április 15-én nappali hidegrekord dőlt meg, Kékestetőn ugyanis csupán -0,6 fokig melegedett a levegő. Másnap pedig Budapesten is csak 4,3 fok volt. Április 26-án -5,7 fokkal, majd 28-án -5,9 fokkal zabarban napi hidegrekordok dőltek meg. A meteorológiai szolgálat ábrája szerint a hónap legmagasabb hőmérséklete 26,9 fok volt, amelyet Főnyeden mértek. A legalacsonyabb értéket, -9,3 fokot zabarban rögzítették.